Na, nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket itt a kóriai ítélethirdetés helyszínén. Ezelőtt 10 nappal emlékeztetünk rá, hogy nagyon gyorsan elalapolták a ítélethirdetést. Megfordult a fejünkben egy nagyon érdekes gondolat, hogy talán nem azért fordul ilyen 10 napos csúszás elő, mert 10 napot akarnak adni azoknak, akiknek még a bankból esetleg ki lehet venni a pénzüket. Bíztunk benne, hogy nem. Aztán várjuk azt az ítéletet, ami meghatározó lesz, azt hiszem, hogy a magyar társadalom egyharmada számára. És itt szeretném megjegyezni, hogy Horvátországban egy hasonló per zajlott éppen a mai napon. Első fokon a horvát devizahitelesek megnyerték a pert a kormányán. És reméljük, hogy történelmi társadalmunk a példája ott is eléggé meghatározó lesz. Nem lehet tűrni azt, hogy magyar bíróság elpasszolja az ügyet az európai szintre, ott, amikor itt magyar emberek sorsáról van szó. Időhúzást nem tűrünk, azt viszont megköveteljük, hogy tudjanak dönteni ma. És ez a döntés, hogyha pozitív a mi számunkra, az azért lesz meghatározó, ha nem, akkor azért lesz meghatározó. Most hallom, hogy megszületett a döntés, hogyha valaki tud valami közelebbi terről, legyen szíves mondja. Tehát a döntést várjuk óriási várakozással, és meg kell jegyezzem azt, hogyha nem nemleges lesz a devizahitelesek számára ez a döntés, akkor ezt a mindannyian egyetérthető Magyarországon a megszűnt a törvényes jogrend. Mert hogyha nyilvánvaló igazságukat megpróbálnak jogalkalmazással elfedni, ha törvénytelenségek születnek meg hivatalosan, akkor nem beszélhetünk másról, mint anarhiáról Magyarországon, és állampolgári kötelességünk ezt az anarhiát rendbe szedni, tehát állampolgárokként kell rendbe szednünk a jogrendet. Én azt kérem tőletek önöktől, hogy pár percen belül várjuk meg az ítélet kihirdetését, úgyhogy még egyszer, hogy valaki azt mondta, hogy megszületett, és utána pedig gondolkodjuk tovább közösen. Most szerintem, hogy meghallgathatok.